Megkapták a bruttó 500 000 forintos fegyverpénzt a fegyveres testületek tagjai. Rekordidő alatt fizették ki az államkincstár csak nem 80 000 embernek. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter ugyanis december 27-én jelentette be, hogy jár a plusz pénz, és 30-án, illetve legkésőbb 31-én már mindenkinek ott volt a számláján. A kormány tervei szerint mostantól 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő juttatást kapnak a hivatásos állomány tagjai. Járőrszolgálatba indult csütörtökön társával Horváth Tamás sukorói körzeti megbízott. A 33 éves törzsőrmester 8 éve szolgál a gárdonyi rendőrkapitányságon. A hozzá hasonló tapasztalattal rendelkező rendőrök 220 000 forint körül keresnek havonta, vagyis a fegyveres testületi juttatás körülbelül másfél havi többletpénzt jelent a számukra. Járőrtársa, a 22 éves Béd Ákos közrendvédelmi előadó fél éve végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A fiatal hadnagy számára több mint 2,5 havi pluszt jelent a juttatás. A pénzt szilveszter napján mindketten megkapták. 31-én éjszakás szolgálatom végén, 7 óra után jött az üzenet róla, hogy megérkezett a juttatás. Így az év végével azért a karácsony után családnak jól jön az a kis pénz, amit kaptunk. Én is az éjszakai szolgálatot leadtam, lezuhanyoztam, és akkor a zöldözőben ránéztem a telefonomra, és akkor láttam, hogy megjött az összeg. Nagyon boldog voltam, mert most csinálok egy lakásfelújítást, és jó helyre megy majd ez az összeg. A fegyverpénzt a két gárdonyi járőrhöz hasonlóan minden rendőr határidőben megkapta. 2019. december 30-án valamennyi rendőri szerv és intézmény elutalta a jogosult hivatásos állományú dolgozók számlájára a fegyveres testületi juttatás összegét. A visszajelzések alapján ezzel kapcsolatban sehol nem merült fel probléma. A bruttó 500 000 forintos juttatást a belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervezetek mellett a NAV, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hivatásos, illetve szerződéses állományának tagjai is megkapták. 31-én reggel, amikor felébredtünk párommal, készültünk már a szilveszteri bulira, ekkor láttam, hogy az SMS érkezett a telefonomra, és ott láttam meg a valós összeget, ami megérkezett a számlámra. Nagyon örültünk neki, hiszen ez mindenféleképpen így az év kezdetére nagyon jól jött. A tárca védelem gazdasági hivatalában az ünnepek alatt is dolgoztak a bérszámfejtők, hogy minden katona időben megkapja a fegyverpénzt. A tárcánál az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy ezt az illetményt, ezt az évvégi juttatást valamennyi érintett munkatársunk még idén megkapja. 30-án elutalták az összeget, és 31-én valamennyi katona számláján jóváírásra került. A bruttó 500 000 forintos fegyveres testületi juttatás kifizetéséről szóló kormányhatározat december 27-én jelent meg. Pintér Sándor belügy és Benkő Tibor honvédelmi miniszter akkor azt mondta, hogy a pénzt még az év vége előtt megkapják az érintettek. A juttatást 72 óra alatt 80 000 embernek számfejtették, és a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint rendben át is utalták, ami valószínűleg rekord a szervezet történetében.